Bár még csak az ötödik fordulót rendezik a hétvégén az NB1-ben, a Kisvárda együttesének már a harmadik edző vezényli a gyakorlatokat ebben a szezonban. Kondás Elemérnek és Kocsis Jánosnak is két meccs jutott, a vezetők reményei szerint Dajka László jelenti majd a végleges megoldást. A korábbi válogatott labdarúgó Kisvárdán járt középiskolába, így gyakorlatilag hazatért a városba. A korábban több NB1-es klubnál is dolgozó szakember élőben látta új csapat a legutóbbi két meccsét, így tisztában van azzal, hogy mind kell változtatni a sikeresebb szereplés érdekében. Óriási probléma, hogy keveset van nálunk a labda. Na most óriási energiák mennek el a labdaszerzésre, tehát a 90 percből, ha 60-at nyomozzuk a labdát, akkor abba elkészülünk. Tehát szeretném egy picit stabilabbá tenni a labdatartást, legyen egy picit nálunk többet a labda, próbáljunk meg a labdatartásból ritmusváltással támadást vezetni, és természetesen a labdaszerzést elindítani már a félpályánál, és labdaszerzés után is ellentámadásba lendülni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van mivel foglalkoznom jelen pillanatban bőségesen. Ehhez képest minimális idő áll rendelkezésemre, mert tudom, hogy körülbelül ezeket a dolgokat mennyi idő alatt lehet átadni. De még egyszer mondom, hogy ahogy az előbb is mutattam, ha egy picit is át tudok adni, és az emel a csapaton, és pozitív dolgokat látok, akkor nem tudok mást mondani, csak hogy elégedett leszek. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, így még a Kisvárda játékos keretében is várhatók változások. Sindert egy komoly eltiltással büntette a szövetség, és mi is szeretnénk tőle megválni, mert az ő egója, az ő szellemisége nem illik a mi közösségünkbe. Rossz hatással volt néhány honos, ukrán honos labdarúgóra. Tőle mindenképpen megválunk, a jogi lehetőségeket vizsgáljuk, arra pozícióra a játékos kell hoznunk, és most egy támadóbb szellemi csapattal kell, hogy nekivágjunk. Tavaly egy picit problémát jelentett nekünk az igazolások tekintetében, hogy nem tudtuk, hogy milyen játékrendszer, nem volt egyértelmű. Én mondtam, hogy ezt szeretnénk játszani, de az Elli az többször váltott, és visszaálltunk a védekező felfogásra, amelyben nem szerepelt csak kettő csatár. Most azért egy négyes támadó résztel, egy fönti résztel szeretnénk. Erre viszont nincs meg a megfelelő váltás lehetőség, egy sorunk talán megvan, ide mindenképpen egy vagy két játékos még kellene igazolnunk, és megvizsgáljuk, hogy van olyan, akit még ki tudunk adni az augusztusi idő folyamán, akár kölcsönbe is, vagy végleg. A csapatkapitány Lukasz szerint a játékosok nehezen viselik a sikertelenséget, de bíznak a jobb folytatásban. Nem számítottunk ilyen kezdésre, de dolgozunk tovább. Bízunk benne, hogy hétvégén fog jönni a siker. Az NB1 ötödik fordulójának párosítása a következő: Debrecen MTK Budapest, Ferencváros Paks, Puskás Akadémia Kisvárda, Újpest Mezőkövesd, Budapest Honvéd Molvidi FC és Diósgyőr Szombathely. Az egypontos Puskás Akadémia tabella 10. helyén, a pont nélküli Kisvárda pedig sereghajtóként várja a szombati mérkőzést.